Mai első vendégünk dr. Schmidt Gábor, főügyészségi csoportvezető ügyész, akit köszöntök a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ugye fél évet töltött az Eurojust igazságügyi koordináció szervnél, Magyarországot képviselte, és hát igazából én nem nagyon tudom, hogy mit kell erről a szervről, erről a hágai szervezetről tudni, csak néhány szóban. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A Eurojust ez az Európai Uniónak egy ügynöksége, méghozzá az igazságügyi együttműködésért felelős ügynöksége. Azt kell róla tudni Dióhéjban, hogy 2002 óta létezik, a székhelye a hollandiai Hágában van, és lényegében, ha röviden össze akarjuk foglalni, akkor az a feladata, hogy a tagállami ügyészségek, bíróságok közötti együttműködést, koordinációt elősegítse, meggyorsítsa, jellemzően több tagállamot érintő, bonyolultabb, nemzetközi együttműködést igénylő ügyekben, amelyek súlyos bűncselekmények miatt folynak. Mennyire kellett fölkészülni erre a fél évre? Nagy kihívás volt? Hát nagy kihívás volt, igen. Igyekeztem is alaposan fölkészülni rá, amit megkönnyített az, hogy én már korábban is a Bács-Kiskun megyei főügyészségen a nemzetközi együttműködés terén dolgoztam, több olyan bűnügyben is eljártam, ami kiterjedt nemzetközi együttműködést igényel, angolul, németül is beszélek, de azért a nemzetközi együttműködésre vonatkozó jogszabályokat, egyezményeket a kiküldetésem előtt tanulmányoztam. De most mennyire vannak szinkronba az Európai Unió tagállamai jogilag egymással, illetve hát ugyanazok a büntető jogi tételek és minden egyéb, vagy azért vannak helyi sajátosságok? Helyi sajátosságok vannak, ugyanis a büntetőjog, a büntető igazságszolgáltatás az tagállamoknak a hatáskörébe tartozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nincsen egy egységes európai büntetőeljárásjog, egységes európai büntetőjog. Mindegyik tagállam a saját büntetőjogát alkalmazza, de azért azt tudni kell, hogy ezek a jellemzően kontinentális jogok, ezek azért a főbb alapvetéseikben egymással összhangban vannak és hasonlóak. És amivel viszont mindenkinek tisztában kell lenni, ezek az Európai Uniós együttműködésre vonatkozó egyezmények, jogszabályok. Ezeket ugyanúgy alkalmazzák az abban részes tagállamok. Ez a fél év, ha konkretizálni kellene, hogy milyen ügyeket takart, mivel kellett önöknek megbirkózni és egyáltalán végigvinni, akkor néhány hát konkrét dolgot lehet erről mondani, ami nem annyira titkos? Természetesen pár dolgot el lehet mondani. Jellemzően a feladatom kiküldött nemzeti szakértőként a magyar nemzeti szekció, tehát a Eurojust magyar nemzeti tagjának a segítése volt konkrét bűnügyekben, koordinációs értekezletekben, koordinációs központokban, és hát bizony nagyobb sajtóérdeklődésre számot tartó ügyek is voltak ebben a fél évben. Hát akkor megérkeztünk ahhoz a témához, amire igazából rákérdeztem. Melyek voltak ezek? Hát persze, ez érdekel. Például a nagyon sajnálatos hableány katasztrófában is jelentős szerepe volt a Eurojustnak, a gyanúsított hollandiai előéletének a tisztázásában, például, hogy Hollandiában hasonló cselekményért ellene eljárás van folyamatban, ezt is a Eurojust segítségével sikerült viszonylag gyorsan tisztázni, de például a Magyarországon elfogott ISIS terrorista, tehát ilyen cselekménnyel gyanúsított férfinek az ügyében is nagyon jelentős szerepe volt a Eurojustnak. A Eurojuston keresztül sikerült gyorsan és hatékonyan beszerezni azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján most a közelmúltban vádemelésre is került sor ezzel a férfival szemben. Vagy említhetném még másik sajtóérdeklődésre számot tartó ügyként a szerb-magyar kettős állampolgárságú bérgyilkosnak az ügyét, akit nemrég Magyarországnak adott ki Csehország, ugyanis ott fogták el. Ezzel a férfivel szemben több versengő elfogató parancs is volt, és a Eurojust szerepe az volt, hogy koordinálja a részes államoknak az együttműködését, és hogy abban segítsen dönteni, hogy a cseh hatóságok végül melyik országnak adják ki ezt a gyanúsítottat, és ebben a Eurojust szerepének is köszönhetően Magyarországnak lett kiadva. Egyébként nagyon sok ügyiratot át kellett olvasni, vagy hogy megy ez az egész együttműködés? Tehát vannak a nyomozók,
dolgozók, rendőrök, nekik van egy ismeretanyaguk, ezt az önök kezeibe adják, és aztán utána így születik meg egy közös állásfoglás, vagy hogy megy ennek a menete? Hát ez úgy megy a menete, hogy a Eurojust, illetőleg az ott dolgozó tisztviselők, ők nem nyomoznak, tehát nem mi nyomoztunk, igen, nem mi írtuk a vádiratokat, hanem mi lényegében közvetítettünk az egyes tagállami ügyészségek, bíróságok között. Tehát jellemzően ez, ha most leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy van egy magyar ügyésznek egy ügye, amiben együtt kell működnie, jogsegélyt küld mondjuk Németországba és Ausztriába, és ebben van valami segítségre szüksége, akkor a magyar ügyész az közvetlenül e-mailben a Eurojusthoz fordul, a Eurojustnál pedig a magyar képviselő az a német képviselőhöz fordul, a német képviselő pedig a saját hatóságához, és így, mivel hogy ez e-mailes, elektronikus ügyintézésben történik, sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés, mint hogyha postai úton kellene akár több hónap kivárásával egymásnak küldözgetni az információt. Na most, amíg ön kint volt Hágában, gondolom nagyon sok új információra tett szert, illetve hát nem tudom, hogy új eljárási típust is ki kellett próbálni, el kellett sajátítani. Egyáltalán arra kérdeznék rá, hogy az a tudás, amit kint megszerzett, itthon kamatoztatható-e? Igen, kamatoztatható, ugyanis, mint ahogy említettem, a nemzetközi együttműködés terén is dolgozom a Bács-Kiskun megyei főügyészségen, és tapasztalatot, ismeretet szereztem a Eurojustnál, így könnyebben lehet a Bács-Kiskun megyei főügyészség, illetve a megyei járási ügyészségeinek az ügyeibe is a Eurojusthoz fordulni, tehát fel lehet gyorsítani itt is az igazságügyi együttműködést. Tehát lehet kamatoztatni ezt a hétköznapokban is. Amikor kikerült Hágába, akkor mennyire volt strapás egy nap, egy munkanap? Sokkal magasabb hőfokon kellett égni, mint itt Magyarországon, vagy körülbelül jön az a mentalitás volt? Hát nagyon érdekes, tehát bizonyos, tehát a munka itt is sok, és ott is sok volt. De ott jellemzően e-mailes ügyintézés volt, és ami e-mail aznap érkezett, azt el is kellett intézni, mert utána a következő nap érkezett a következő 20-30 e-mail. Tehát ott egy sokkal inkább egy időnyomás alatt dolgozott az ember. Az itthoni munka pedig más jellegű az itthoni munkában, amikor az ember maga alakítja a nyomozásokat, ott azért barátságosabb határidőkkel dolgozunk, viszont itt meg inkább a szakmai munkára kell helyezni a hangsúlyt. És egyébként a munkaidő is más, tehát jellemzően Hollandiában más időpontban is kell és nyugszik a nap, úgyhogy ott jellemzően 9 órakor kezdődik a munka, viszont... Elég baráti. És mikor viszont, zárul? Hát igen, tehát viszont 5-6 órakor zárul. Uh-huh. Hát még egy személyes kérdést engedjen meg, ha megkínálnák önt egy újabb ilyen lehetőséggel, vállalná az újabb fél évet? Hát nagyon jól éreztem kint magam, de öröm volt hazajönni. Mi Kecskeméten képzeljük el a jövőnket. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon köszönöm.